A vonalban Jero Patrice, Amerika szakértő. Vele beszélgetünk ma. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok, köszönöm szépen. Amikor ezt az interjút terveztük, akkor alapvetően arra gondoltam, hogy beszéljük majd az amerikai határon feltorlódó migráns tömegekről, Amerika esetleges válságáról, és a többi, és a többi, és akkor még nem tudtuk, hogy mi lesz a helyzet Afganisztánban. Hát most már nagyjából látjuk. A tálibok ugye tegnap elfoglalták Kabult is, illetve az afgán miniszterelnök is elmenekült, és a tálibok szóvivője bejelentette, hogy a háborúnak vége Afganisztánban, az uralom típusa és a rendszer formája pedig hamarosan tisztázódik. Ezzel párhuzamosan lehetett megdöbbentő képsorokat látni arról, hogy amerikaiak hogyan próbálják meg elhagyni Kabult, többek között egy 100 fő befogadására alkalmas repülőgépre 300 embert próbáltak meg valahogy betömöríteni. Nem is tudom, hogy honnan lehetne ezt az egész történetet kezdeni, szóval inkább azt a kérdést tenném fel, hogy hogy látja az afgán helyzetet, és ezen belül hogy látja az amerikaiak szerepét az afgán helyzetben? Hát röviden szóval a helyzet katasztrofális, és a másik kérdésre válaszolva, ez abszolút amerikaiaknak a kudarca, és az Egyesült Államok kudarca. Hozzáteszem, hogy az USA természetesen a szövetségesekkel volt Afganisztánban, de hát ez amerikai vezetéssel történt. Ez egy elvesztett háború, ezt most már kimondhatjuk, és hát az amerikai társadalmon belül is, és a politikai diskurzuson belül is egyre több hang éredezik, amely szerint nagyon-nagyon komolyan át kellene beszélni, és értékelni kellene, hogy ez a 20 éves háború, ami elképesztő sok pénzbe, és azért emberveszteségbe is került, milyen hosszú távú károkat fog okozni a nemzetközi politikának, a régiónak és Amerikának. És hogy látja, milyen hosszú távú károkat fog okozni, és ha egy kicsit előbbről kezdjük, akkor milyen károkat okozott? Hát nézze, ugye szeptember 11-e sokként érte a világot, és ugye nagyon-nagyon hamar az amerikai politika reagált, és hát megtámadta, lerohant Afganisztánt, ugye azt az Afganisztánt, amelyet a tálibok kontrolláltak akkoriban, ugye ez az iszlamista szélsőséges csoport, és amely Afganisztán hát igazából életteret adott akkor az Al-Qaidának és Osama bin Ládennek. Akkoriban az afganisztáni háborúnak óriási támogatottsága volt egyébként Amerikán kívül is, hiszen a világ választ akart. Ez egy elképesztő nagy probléma halmazt okozott a szeptember 11, és tényleg az egész világot megrázta, és akkor ez egy logikus lépésnek tűnt, hogy valahogy reagálni kell. Na most Afganisztán után jött Irak is, ami aztán már ugye nagyobb ellenállásba ütközött, akár Amerika szövetségesein, vagy akár Amerikán belül is, de együtt ez a két háború már mindenféleképpen sok volt. Ő aztán ideig úgy nézett ki, hogy hát Irak ugyan az elsődleges lépés sikeres volt, tehát Amerikának ugye pillanatok alatt végül is sikerült megdönteni a bátista Saddam Hussein által vezetett rendszert, de ugye aztán később az a probléma halmaz, ami kialakult, az teljesen delegitimált azt a háborút, viszont ellenben Afganisztán akár még 10 évvel ezelőtt is nagyon sok amerikai, vagy nagyon sok politika iránt érdeklődő más ország polgára szemében egy legitim háború volt, legitim céllal. Na most a probléma az, hogy hát most már így 20 év után viszont azt látjuk, hogy teljes a kudarc. Hát a cél az volt, hogy a tálibokat elzavarjuk, és hát építsünk egy működő Afganisztánt. Hát a tálibok visszajöttek, Afganisztán, az afgán kormány összeomlott, és ugyanott vagyunk lényegében, mint szeptember 11-e után egy nappal. Mi az ok annak, hogy nem sikerült mondjuk egy gyors hadművelet során látványos eredményeket elérni, és megváltoztatni a Közel-Keletnek a politikai klímáját? Hát valamilyen szinten sikerült egyébként megváltoztatni a politikai klímát, csak nem biztos, hogy pozitív. Igen, valóban. Igen, főként amerikai szemszögből. Nézze, szóval ez egy nagyon érdekes dolog. Megnézzük a második világháború óta. Amerika azért jó pár nagy háború, vagy nagyobb háborúban részett, persze kisebben, mint a nagy világháború, de azért komolyabb konfliktusokban, Vietnám, Korea, öbölháború, Irak, Afganisztán. És azt látjuk, hogy katonailag ezeket
simán megnyert az Egyesült Államok, hát mondom, az Irakban is könnyű szerrel sikerült megdönteni a rendszert. Afganisztánban a tálibokat először nagyon sikeresen ki tudták nyomni Kandahárból, aztán Kabulból, és az országot ő hát azért Amerika rendesen megszállta, de a probléma az, hogy amikor megfogalmazódik egy cél, hogy egy országban mondjuk amerikai csapatok érkezzenek, akkor nem elég azt megnézni, hogy katonailag hogyan lehet megoldani a problémát, de látni kell azt, hogy politikailag van-e értelme az adott országba belenyúlni. És Afganisztánban hát nem volt értelme ilyen formában belenyúlni, mert hát egy működésképtelen, úgynevezett, ahogy angolul mondják, failed state, tehát ez nem olyan, mint amikor mondjuk a II. Világháborúban Németországot ugye megszállták a győztes csapatok, és ott egy egyébként nagyon régi államiságon nyugvó társadalmat újra tudtak szervezni. Hát Afganisztán nem ilyen. Tehát alapvetően így ki lehet mondani 20 év távlatából, hogy eleve ez egy, hát egy kudarcra ítélt projekt volt. Fel lehetett ezt akkor mérni? Mert nagyon sokan azt mondják, hogy tulajdonképpen lehetett volna számolni már akkor azzal, azokkal a következményekkel, hogy a demokrácia export, az amerikai demokrácia export egyszerűen nem működik. Hát nézd, ez tényleg nagyon nehéz így megmondani. Nyilván a 20 éves tapasztalatunkkal könnyen rávágható, hogy hát ezt könnyen lehetett volna látni. Nyilván itt a kulcskérdés az is, bármilyen politikáról beszélünk, bármilyen országnak a külpolitikájáról, hogy hol vannak azok az emberek a tanácsadói körbe, vagy éppen akár a kormányzati kulcspozíciókba, akik látnak, és van víziójuk, és ők milyen hatást tudnak gyakorolni a vezetőkre. Hát ezek az emberek akkor vagy el voltak nyomva, vagy nem voltak már, amelyik azt mondta volna, hogy ezt ne, mert ilyen formában ennek nincsen értelme. Nagyon sokan azt gondolják például most már, hogy érdemesebb lett volna egy rövidebb légi csapást mérni a tálibokra, de az, hogy Amerika ekkora katonai potenciált odacsoportosított, és 20 évig ott volt, ez mindenféleképpen nem volt kifizetődő, most már kijelenthetjük. Annak mi az oka, hogy a tálibok ezt így túlélték? Ők gyakorlatilag az elmúlt 20 év többségét azért mégiscsak a hegyekben menekülve töltötték. Ha meg a tegnapi képsorokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy egy jól szervezett hadseregről beszélünk, akik túlélték. És nem csak, hogy túlélték, hanem győztesen élték túl az elmúlt 20 évet. Így van, nézzel, szóval ez egy nagyon érdekes kérdés, hát az afganisztáni társadalmat mélyen én sem ismerem, de azt látni kell, hogy Amerikának nem biztos, hogy megvoltak a megfelelő tapasztalatbeli jártassága az ügyben, hogy hogyan lehet egy ilyen elképesztően komplex társadalmat, törzsi alapon működő társadalmat megszervezni, mint Afganisztán. Az az Afganisztán, ahol óriási a korrupció, az az Afganisztán, ahol hát azért tényleg 1979-es szovjet bevonulás óta lényegében azért káosz van. Ez a káosz helyzet mindenféleképpen használt annak, hogy a tálibok, hát hogy is mondjam, túléljék menekülve a elmúlt 20 évet. Ha megnézzük Irakot, akkor azt látjuk, hogy Irakban csak rosszabb következett ugye az iszlám állam és egyéb problémák. Most, ha megnézzük Afganisztánt, itt is erre lehet számítani? A tálibok terrorállamot fognak működtetni, vagy azért mérsékeltebbnek számítanak? Hát nézze, talán olyan iszlám állam típusú rendszert nem fognak tudni felépíteni, de hát mindenféleképpen a tálib rendszer az egy nagyon-nagyon kemény és nagyon-nagyon rossz rendszer, ami mondom a cél rendben volt, hogy el kéne zavarni, csak hát nincs helyette más. Hát látjuk, hogy a afgán kormány pillanatok alatt összeomlott, az afgán hadsereg működésképtelen. Tehát itt az a helyzet, hogy a afganisztáni helyzet nagyon sok tekintetben azért hasonlítani fog Irakra, bár rosszabb lesz. Tehát azért, ha nem is olyan szempontból, hogy az iszlám állam nevű tényleg szörmedvény jönne létre, de az a tálib rendszer egy nagyon-nagyon rossz rendszer, mind a régió, mind a világ számára. Hát itt azért be fog indulni migráció, újabb menekült hullám, most már éppen a lapok cikkezik, hogy a terrorizmus mérséklődhet, hiszen a tálibok hát már korábban is együttműködtek terroristákkal, tehát a helyzet nagyon-nagyon rossz. Ugye látjuk, hogy valószínűleg Afganisztánnak az új neve az lesz, hogy afganisztáni iszlám emirátus, ugye benne van a nevében az iszlám szó. Ha ez egy vallási alapon szerveződő társadalom lesz, akkor tényleg felmerül a kérdés, hogy milyenek lesznek az irányok, illetve hogy meddig hagyja ezt a nemzetközi közösség. Mert egyelőre úgy tűnik, hogy hagyják.
Hát nézze, ez egy nagyon nehéz kérdés. 20 évig elképesztő mennyiség erőforrása a nemzetközi közösség, köztük ugye hát Európa és az Egyesült Államok próbált Afganisztánnal kezdeni valamit. Most úgymond kivonultunk, pillanatok alatt összeomlott a dolog. Hát azért én nagyon-nagyon érdekesnek tartanám, hogyha most újonsultan óriási erőforrásokat oda csoportosítva visszamenne és próbálna valamit tenni. Tényleg ez egy nagyon-nagyon kemény dolog, ez egy nagyon-nagyon nagy kudarc, amit hát nem tudom, hogy hogyan fog tudni feldolgozni úgymond a nyugat. Ugye ön is élt Amerikában, bár feltételezem, hogy a 2000-es években, nem tudom, hogy egyrészt élete, másrészt akkor mennyire foglalkozott ezekkel a dolgokkal, de hogy azt viszont így a híradásokból látjuk, hogy akkor, amikor az afganisztáni háború elindult, volt egy nagyon nagy lelkesedés, és úgy mentek az emberek, és hittek ebben a történetben. És arra lennék kíváncsi, hogy mik voltak a tapasztalatai az elmúlt években, amikor meg már nagyon is tudatánál volt, mennyire lelkesedtek még az amerikaiak az egész afgán történet iránt. Igen, na most nézze, mondom, szeptember 11-e után Amerika és a világ választ akart. Tehát szeptember 11-e után afganisztáni akciónak elképesztő nagy támogatottsága volt, és az irakinak is volt egyébként jó pár évig. Az én tapasztalatom az az elmúlt pár évből, nekem jó pár ismerősöm, vagy kollégám volt, aki akár szolgált Afganisztánba, hogy az iraki háború most már az egész politikai kassz számára Amerikában egy kudarc. Tehát nagyon sokáig egyébként, főként a jobb oldalon nem volt ildomos az iraki háborút kritizálni. Igazából pont Trump elnök volt az, aki megjelent, ugye, és már a kampányban azt mondta, hogy Irak hiba volt, a Bush kormány hibázott, és igazából nagyon fontos, hogy onnantól fogom el a jobb oldal is, hát hogy is mondjam, nem tűnik hazafiatlannak, hogyha valaki kritizálja a iraki kudarcot. Afganisztánnak még az elmúlt pár évben is nagyon nagy, hát hogy is mondjam, támogatottsága volt, én úgy éreztem. Tehát az amerikaiak, akik akár ott szolgáltak, nagyobb, mint Iraknak? Mindenféleképpen nagyobb. Tehát az amerikaiak, akár a szakmai vezetés, akár az akadémikusok, akár az átlag ember úgy érezte, hogy Afganisztán legitim volt, Afganisztán sikeres volt, Afganisztán sikerült megváltoztatni. Hát most pedig azt látjuk, hogy ez nem biztos, hogy így van. Meg az is nagy kérdés, hogy tulajdonképpen az én ismereteim szerint azért kellett Afganisztánba bevonulni, mert ugye Osama Bin Ladent rejtegették állítólag, de mondjuk Bin Laden elkapása is jó sok ideig tartott. Így van, és nem is Afganisztánba kapták el, hanem Pakisztánba. Viszont valahogy, ugye ön is említette ezt, hogy a jobb oldalon nem volt ildomos kritizálni ezeket a háborúkat, hogy abban az időben a narratíva egy kicsit ez az abszolút jó és az abszolút rossz harcának tűnt. Így van, ezt alá tudom támasztani. Tehát ugye a 2000-es években a terrorizmus elleni harc volt abszolút, hát a nagy világgazdasági válság lényegében az, ami meghatározta a nemzetközi politikát, úgyhogy önök teljesen igaza van ebben. De hát mondom, ezek az dolgok azért változnak. Ahogy Iraknak a támogatottsága hát elpárolgott, hát most én úgy gondolom, hogy ezek után az afganisztáni háború is átértékelésre kell, hogy kerüljön. Azt is látjuk, hogy ugye ezt a csapatkivonást még Trump elnök rendelte el, ugyanakkor a Biden körüli tanácsadói kör is szintén ezt szorgalmazta. Trump azért erőteljesen kritizálta Bidennek a mostani tetteit, illetve a hozzáállását ehhez a kérdéshez. Ön szerint hibázott-e Biden az elmúlt napokban? Lehetette volna ezt másképp csinálni? Hát nézze, az, hogy Trump kritizál, az természetes, politikus ellenzékben van, elnöki ambíciói valószínűleg még vannak, tehát ez nem egy különleges dolog. Én úgy gondolom, hogy összességében, nagy vonalakban ezt nem lehetett volna jobban csinálni, tehát a katasztrófa, a morális megsemmisülés az mindenféleképpen eljött volna. Nyilván kisebb hibákat elkövetett a Biden kormány, tehát tényleg az, hogy most lényegében lóhalálába evakuálni kell az amerikai diplomatákat, az azért tényleg olyan dolog, amit előre lehetett volna látni. Tehát egy jobb szervezést mindenféleképpen igényelt volna ez a kivonulás.
De hát most már egyébként Biden is bejelentette, hogy problémák vannak, hibáztunk, nem gondolta, hogy ez így fog történni. Ezek, mondom, kisebb hibák voltak, de alapvetően ez egy annyira nehéz helyzet, annyira kellemetlen helyzet, hogy ezt jól, vagy nagyon jól megoldani nem lehetett volna. Mindenféleképpen a kudarc, a sikertelenség ebből le fog csapódni. Amikor itt néztük a hétvégén, hogy melyik város esik el sorra, akkor felmerült bennem, hogy vajon az amerikai hírszerzés ezt tudta előre, csak nem akartak beleavatkozni, vagy őket is meglepetésként érhette vajon? Hát nézze, mivel a világ legjobban felszerelt, legkiválóbb hírszerzéséről beszélünk, valószínűleg megvoltak az információk, csak ezt a politika nem volt hajlandó nyilvánosságra hozni. És lehet, hogy Bidenek olyan... is úgy voltak bele, hogy nem avatkoznak ebbe most bele. Igen, lehet, hogy igen, ez már abszolút egy olyan dolog, hogy úgy voltak vele, hogy na jó, csak menjünk. Tehát itt már nem igazán tudunk mit csinálni, de hát tényleg nagyon szívszorító ez az egész. Látjuk azt is, hogy a kínaiak például kiegyeztek a tálib vezetőkkel, ugye pár héttel ezelőtt egészen magas állami szinten fogadták azokat, akik most úgy tűnik, hogy tényleg az országot fogják irányítani. Az mennyire reális elképzelés, hogy az amerikaiak is azt mondják egy ponton, hogy jó, hát akkor ti vagytok ott, veletek fogunk tárgyalni. Hát én azt mondom, hogy van realitása. Ugye Trump elnök tavaly már tárgyalni akart velük, hát meg is hívta a floridai rezidenciájára a táli vezetőket, amit hát azért nagyon nagy ellenzés fogadott a saját körein belül, tanácsadói körén belül, de hosszú távon valószínűleg ez lesz a járható út. Tehát lekerülni velük, együtt kell velük működni, és egyébként a legutóbbi híradások azt mondják, hogy ők is nyitottak erre. Tehát azért 20 év, tényleg 20 ilyen év után, tényleg most ott tartunk, mint 9-11 után, azért az valószínű, hogy a tárgyalás és az együttműködés lesz a járható út, mert erőből nem sikerült megoldani, tehát marad ez. Afgán menekültek, ugye most azért ez egy háborús övezetté vált, felmerül a kérdés, hogy mennyire lehet számítani tömeges migrációra, és ez a migráció, ez vajon Amerika felé indul el elsősorban, vagy inkább Európát találják meg? Kérdezem ezt azért is, mert ugye Angela Merkel német kancellár pont pár nappal ezelőtt úgy nyilatkozott, hogy Afganisztánba inkább ne jöjjenek, és ott meg volt is egy meglepő fordulat, hogy a németek úgy tűnik, hogy nem igazán szeretnék befogadni az afgán menekülteket, akik jelen esetben ráadásul tényleg menekültek. Igen, ez nagyon érdekes dolog. Nézd, hát Amerika felé nyilván nem tud elindulni, hiszen az óceánon átkelni, hát ez lehetetlen. Tehát ilyen szempontból Amerika ennek a közvetlen káros hatásait nem fogja megérezni. És tényleg ez nagyon érdekes dolog, hogy itt most, amikor tényleg éveken át azért gazdasági migránsok árasztották el Európát, és hát ugye itt a elmúlt években erről ment a vita, hogy akkor befogadni, nem fogadni, hogyan befogadni, mit csinálni velük, és most, amikor valóban valódi menekültek befogadásáról kellene vitatkozni, itt látszik, hogy az országok megteltek, Németország is beleértve, és hát Európa ott áll, hogy jaj, most akkor mit tegyünk. És ezzel párhuzamosan azért Amerika is ott el, csak ott más jellegű migrációs probléma van. Az lehet olvasni, hogy soha nem volt még akkora a válság, mint most. Ezt meg tudja erősíteni? Hát nézze, ezt azért nagyon nehéz így megmondani, hogy soha. Azt mondják, hogy nagyjából 2 évtizeden nem volt ennyi bejövő, mint például most júliusban. Júliusban több mint 200 000 ember lépte át a határt. Valamilyen szinten én azt gondolom, hogy egy ilyen fajta határnál, ahol azért egy szervezett állam áll és védi a határait úgy, ahogy, de védi, és óriási migráns tömeg szeretne átjutni, a krízis, a válság az adott. Tehát szerintem nyugodt, békés határ ilyen nincs. A probléma az, hogy tényleg az elmúlt hónapokban elképesztő mennyiségű dél-amerikai próbálja átlépni a határt, és hát, hogy is mondjam, nyilván ennek politikai rezgülései is vannak. Ugye a kampányban a demokraták nagyon-nagyon nyitott, befogadó álláspontot tanúsítottak, de ahogy kormányra kerültek, már nagyon-nagyon szigorúan mondták, hogy őrizzük, védjük, nem jöhetnek. Az alelnöknő nem régen átlent Közép-Amerikából, mondta, hogy ne jöjjenek, mert nem fogják befogadni őket. Tehát a válság az mindenféleképpen ott van,
Azért szerintem a média és a politika erre jobban ráült, de hát éppen a belbiztonsági miniszter is azt mondta az elmúlt napokban, hogy nagyon nagy a probléma. Na most itt ez a helyzet, hogy ugye a Biden kormánynak az az alapvető stratégiája, hogy nem falat kell építeni, nem a határ őrizet a lényeg, hanem meg kell oldani a problémákat helybe, az életszínvonalat kell erősíteni, stb., és akkor csökkenni fog a migráció. Na most ez egy hosszú távú ugye, terv mindenféleképpen, ami lehet, hogy igaz is, de hát rövid távon ez nem így működik. Ennek a rövid távú hatásai nem jelennek meg, sőt, egyesek szerint az életszínvonal emelkedés serkenti a migrációt, mert az embereknek egyszer lesz pénze utazni, és lesz pénze elindulni. Alapvetően én úgy gondolom, hogy ezt a válsághalmazt, ezt úgy kéne kezelni, hogy először is az amerikai bevándorlási rendszert meg kell reformálni. Hát az 1965-ös bevándorlási törvény adja a kereteit mai napig a bevándorlásnak, hát azóta eltelt több mint 50 év, ezt meg kell változtatni a mai kornak a problémáira, és hát mindenféleképpen azt kell mondjam, hogy a politikának éreznie kell, hogy ebből nem lehet ilyenfajta párpolitikai játékot űzni, a határt védeni kell, a migráció alapvetően hát meghatározza most már az amerikai társadalom, az amerikai demográfiának az alakulását. Múlt héten jöttek ki ugye a legutóbbi népszámlálásnak a számai, ahol azt látjuk, hogy nagyon-nagyon megnőtt a hispán lakosság aránya, csökken a fehér lakosság aránya, ezek mindenféleképpen kihívásokat fognak jelenteni az amerikai társadalomnak. Tehát a válság nem konkrétan az, hogy lent a határnál hát csúnya jelenetek, kemény jelenetek vannak, hanem az, hogy ez egy évtizedes probléma, aminek nagyon komoly hatásai lesznek. És vannak is azért, nem? Tehát, hogy ez már jelenleg is látható. Így van, abszolút. Tehát ez mindenféleképpen. Még egyszer mondom, a határ az csak a felerősített képe ennek, de a valódi probléma nem ott van, hanem az, amit a migráció okoz amerikai társadalomnak, az amerikai gazdaságnak. A progresszív liberális oldal részéről mekkora a nyomás a kormányzaton, hogy már pedig legyünk befogadó és beengedő ország? Hát a úgymond a pártnak azon belül a progresszív szárnyán nagyon nagy, de azt kell mondjam, hogy ez viszont nem igazán talál fülekre. Tehát ezt mindenféleképpen azért mondanom kell, hogy mind az Obama, mind a Biden kormány már nagyon szigorúan állt a migráció kérdéséhez. Éppen ez a 220 000 ember, akit említettem, ennek alig kevesebb, mint a felét, tehát 900 embert hazarepítettek. Folyamatosan viszik haza az embereket, tehát most már nincs az, hogy befogadunk, vagy éppen nincs az a nagyon nagy befogadó mentalitás, mint Németországban volt 2015-ben, hogy Willkommen. Tehát a jelenleg regnáló baloldali kormány is azért szigorúan próbálja fogni ezt, és hát több nyilatkozatban mind az elnök, mind az alelnök kifejtette, hogy nem kér több migránst Amerika. Ez talán azért újdonság, meg a magyar híradásokban nem is ez jelenik feltétlenül meg, de akkor itt elmondhatjuk azt, hogy mondjuk mást mondtak a kampányban, és most mást tesznek a gyakorlatban? Teljesen, ez teljesen így van. Nézze, azért a politika, ugye tudjuk, hogy működik, a jobb oldal az mindig nagyon-nagyon szigorú, nagyon-nagyon kemény mondatokat mond a bevándorlásról, illegális bevándorlásról, azért kormányon ők ennél enyhébbek, a bal oldal pedig nagyon-nagyon enyhe, nagyon-nagyon kedvező, nagyon befogadó álláspontokat mond a kampányban, kormányon pedig keményebbek. Tehát azt lehet azért alapvetően látni, hogy az elmúlt három adminisztráció már úgy volt vele, hogy a migráció megterheli Amerikát, nem kell több dél-amerikai bevándorló, és a határt védeni kell. Most azt, hogy milyen nüanszok vannak, milyen tervek vannak konkrétan a határvédelemre, nyilván ez adminisztráció, vagy éppen miniszter függő, de ezt mindenféleképpen látni kell, hogy abban konszenzus van, hogy a déli határ nem lehet átjáróház. Az, hogy vannak radikális megnyilvánulások mindkét oldalon, ez természet. De abban még egyszer mondom, kétpárti megegyezés van, hogy a migrációnak a déli határon ilyen formában megfékeződnie kell. Hogy látja Joe Bidennek a helyzetét? Ugye most azért több éles helyzet van, amikor döntést kell hozni, és amiből tényleg kiderül az, hogy egy elnök tudja vezetni az országot, vagy nem tudja vezetni. Milyen most a hozzáállás az ő személye iránt, és érdekelne a személyes véleménye is, hogy látja, miként kezeli ezeket a válságokat az elnök.
Igen, hát nézze, a Biden elnökség egyelőre nagyon-nagyon ambivalens. Tehát azt látjuk, hogy van egy nyilván idős elnök, aki azért már a politikai, hogy is mondjam, erejének a csúcsán túl van, aki egyfajta ilyen államférfi szerepbe próbált tetszelegni, ilyen megidősödött államférfi szerepben. Hát az afganisztáni krízis ugye katasztrofális, de hát alapvetően ez nem az ő hibája. Amiben én igazából az ő gyengeségét látom, és kicsit ez csalódás mindenféleképpen, hogy ő, akinek nagyon komoly külpolitikai tapasztalata volt, szenátus külügyi bizottságát vezette, alelnök volt, ahol ilyen külügyi feladatok voltak hozzá delegálva, az amerikai külpolitikát látom eléggé gyengének, eléggé haloványnak. Hiába telt el 7 hónap, alig vannak új nagykövetek kinevezve, ő a külügyminisztérium kulcspozíciói üresek. Tehát ezekben a kérdésekben szerintem Biden kicsit alszik, a belpolitikában viszont elér sikereket. Most az, hogy ezek szakmailag, vagy éppen ideológiailag jók, vagy nem jók, az ugye politikai hozzáállás kérdése, de azért éppen most a szenátus elfogadott egy óriási infrastruktúrális csomagot, amit már előtte több elnök nem tudott megcsinálni, tehát Bidennek vannak sikerei mindenféleképpen, de azért összességében nem lehet azt mondani, hogy egy ilyen elképesztő népszerű, vagy elképesztő sikeres elnök lenne, óriási a politikai megosztottság, óriási Bidennek az ellenzéke, és hát jövő évben, körülbelül 12-13 hónap múlva félidős választásokat tartanak. Lényegében idén ősztől már a félidős választásokra fog a kampány elkezdődni, és hát 22 ősszel fog eldőlni, hogy a Biden elnökség utolsó 2 éve milyen lesz. Viszont számít az, hogy milyen a külpolitikája, vagy az amerikaiak többségét pont az érdekli inkább, hogy mi van otthon? Hát nézd, az amerikaiakat természetesen nem érdekli a emberek nagy részét, de ha Európával vagy a világ felől nézzük Amerikát, akkor nyilván nekünk az amerikai külpolitika a legfontosabb. Az amerikaiak valóban a belpolitikai dolgokat nézik, a belpolitikai sikereket, kudarcokat, történéseket, és ez okozza nagy megosztottságot. Bidennek a programja azért egy erősen progresszív program a belpolitikai kérdésekben, és hát ez óriási nagy ellenszenvet kivált azért a jobboldali szavazókba, és hát még egyszer mondom, jövőre választások lesznek. Tehát itt nem sok idő maradt, a jövői választás fogja eldönteni, hogy marad-e demokrata többség a kongresszusban vagy sem, és hát hogyha esetleg Biden elvesztené a többségét, akkor azt jelenti, hogy a következő pár hónap marad neki arra, hogy valóban belpolitikai változásokat, belpolitikai programokat elő tudjon idézni. Hát kíváncsian várjuk, hogy milyen lesz a következő időszak. Jero Petrisz, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Én köszönöm a lehetőséget.